A volt jugoszláv elnökről beszél előadásában Farkas Lajos, az Interciza Múzeum igazgatója. Az intézmény időszakos kiállításához kapcsolódóan szerveztek filmvetítéssel egybekötött ismeretterjesztő előadást. 1944. decemberében Josip Broz Tito a jugoszláv kommunisták vezére. A Brioli titkos találkozó című dokumentumfilm levetítésével új nézőpontból ismerkedhettek meg az érdeklődők Tito alakjával. Az előadásra számos látogató érkezett. Én nagyon örülök neki, mert úgy látszik, hogy van egy érdeklődés, már a kiállítás is az mutatja, hogy több mint 1700-an nézték meg 20 pár nap alatt. Hát úgy érzem, hogy ez a téma, főleg úgy, hogy ugye belekapcsoltuk az 56-os magyar eseményeket is, milyen szerepet játszott ebben Tito, talán ennek köszönhető ez, hogy ekkora volt az érdeklődés, és hát ugye Titónak az a misztikus figurája, ami hát övezte az egész 20. századon keresztül. A múzeum igazgatója szerint Dunaújváros kötődött a volt jugoszláv államfőhöz. Magyar iskolás számára nem a központi figura egy Josip Broz Tito, tehát úgy megemlítik a történelem könyvek, és ugye nem magyar történelmi személyiségről van szó. Ugyanakkor természetesen azért Dunaújváros valami módon azért kötődik a volt jugoszláv elnökhöz, és hát az itt lévő korosztály az valahogy visszaemlékezett erre, kezdve ugye a Tito a láncos kutya időszakára, majd utána, amikor hát megindul egy úgymond jó kapcsolat Magyarország és az akkori kommunista Jugoszlávia között. És nem véletlenül épültek azok a bunkerek, most is megvannak. Az előadás végén interaktív beszélgetésre várták az érdeklődőket, ahol a résztvevők kérdéseket tehettek fel Farkas Lajosnak. A Tito kiállítás november 30-áig látogatható. Erre való tekintettel november 29-én vasárnap 14 órától 18 óráig térítésmentesen megtekinthetik az érdeklődők itt az Interciza Múzeumban. A DSTV híradóját Derek Szandra tudósította.